Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Seven Days to Die Alpha 15 Experimental 10. epizódja. Raktam egy kis rendet végre, ugyanonnan folytatom, ahol abba hagytam, ugye? Mert akkor volt már a kopia, hogy semmit nem láttam át. És amondó vagyok, hogy magamhoz vettem a kis vaslapátunkat, és amint ránk hajnalodik, elmegyünk és szerzünk egy kis agyagot. Majd ezek után öntünk magunknak vascsákányt és vasbaltát, és... hanem csak egy picit. Ne, never mind. Nincs rá szükség, hiszen van egy csomó öntött vasunk. De azért az agyagért mindenféleképpen elmegyünk. Úgyhogy csináljunk is magunknak... kell először is egy X. Majd egy... Ho! Nem maradt elég. Pickaxe-et szerettem volna, de ahhoz már kevés volt, úgyhogy tényleg kell az az agyag. De nem sokára úgyis hajnalodik, tehát igazából mehetünk majd érte. Ez a glitch, ez itt nem akart megjavulni, nem tudom, nektek is van-e ilyen textúra nélküliség, nekem éppen ez most így történik. Úgyhogy... ezzel el is mit tenni? Aztán pedig folytatjuk a lootolást. Egy pillanat, ehhez mennyi kell? Ehhez is kell még. Akkor változtassunk a terven egy kicsit. Csináljuk meg először a kapát, és utána majd megcsináljuk az összes többi minden mást, mert vetni most fontosabb lenne a kukoricát. Aztán szerintem hozunk vizet. Úgyis meg akartam nézni a szigetet. Ja, nagyjából ennyi a tervem mára. Szomjasok is vagyunk. Én. Ez is igaz. Tegyünk ellene. Ne kelljen rá figyelni, miközben odakint leszünk. Szuper. És ránk hajnalodott, úgyhogy mehetünk is. hogy áll a kapa? Kapa, kapa, egy perc. Jó, addig futunk egy kört, mert nézzünk a környéken agyagot. Elvileg kéne, hogy... kukorica! Zsír. Nagyon jó. És van szenünk is. Csak rohadt lassan szedi fel ez a csákány. Na hát igen, ezért kéne most már a vas eszköz. Még jobb lenne az acél, de arra még sajnos egy kicsit várnunk kell. Megvan már nekem a... megvan már nekem az acél, nem? Meg kéne, hogy legyen, mintha emlékeznék az acél eszközöknek a képére az inventory-ból. Lehet, hogy arra kéne menni előbb. Nézzük csak meg. Steel. Megvan. Nagyon jó. Ugye, mint legutóbb tapasztaltuk. Mi ez? Ami nincs. Crafted at the forge. Ja, oké. Nincs ezzel gond. Akkor simán tudjuk csinálni ezt is. De ehhez is kell agyag, tehát mindenféleképpen szednünk kell némi anyagot a környéken. Remélem található. Bár azzal még nem volt gondom, hogy ne találjak. Ha más nem, akkor elmegyünk a folyókhoz, és ott biztosan találunk majd egy párat. Egy keveset, egy maréknyit. Jó, ez már föld. Na hajrá! Tehát, agyag. Először is vegyük az irányt a tó felé. Ez itt mind föld, az már biztos. Habár, ez itt eléggé... agyagszerű. Yes! Nagyon jó, kicsit furán néz ki, olyan, mintha kő lenne alatta. Na mindegy. Agyagnak agyag. Még most is megéri, illetve most éri meg igazán a céleszközöket csinálni, hiszen sokkal erősebb, legalábbis az előző alfában sokkal erősebb volt, mint a sima vas.
Úgyhogy teszünk vele majd egy próbát. Szerencsénk volt, hogy ilyen hamar meg tudtuk tanulni szerintem. Általában később szokott összejönni ez a dolog. Na, meg is van nekünk a kapánk. Gyorsan elhintjük ezt a pár kukoricamagot. Minél előbb kinő, annál jobb. És arra is kíváncsi vagyok, azt is leszeretném tesztelni, hogy... hogy trágyázás nélkül mennyi kukoricát termel. Összesen van 10 magunk, az talán itt bőven elég is az a hely neki. Ó, nincs kijelölés? Ajjaj. Mindegy. Ez fura. Ez fura, nem emeli meg most már a földet a... a... ja, vagy csak akkor fogja megemelni a földet, ha lesz hozzá trágya. Ez érdekes. Na mindegy, nézzük ezt a vetést, hogy működik most. Tehát minden kockának a sarkába tudom tenni. Jó. Ez furi. Na mindegy, elhintettük a kukoricát. Ez már egy jó dolog. Erre nincs szükség. Ezekre még szükség lesz. Így. És akkor menjünk el a víz felé. Már háromszor elindultunk, egyszer csak odaérek. Na. Lassan elérjük a eszközök gyártásával is a 100-as szintet, ami azt jelenti, hogy most már narancssárgák lesznek a cuccaink. Hip hip ura. Egy fokkal jobb, mint a semmi. Ó, ez mi? Yucca seed. Nice. Amúgy is szerettem volna némi yucca üdítőt ültetni. Az üdítőt nem ültetjük el, hanem yucca növényt ültetni. Hiszen ez az egyik legkönnyebben elkészíthető hideg frissítő, a yucca juice. Ja, jó felé megyünk. Elég kevés a zombi. Pedig ugyanazokon a beállításokon vagyok, mint az Alpha 15 előtt. Vagy csak rossz helyen keresem? Shit! Hát ez mi? De jó. Már nem is mondok erre semmit. Cloth fragment. Nincs nálunk ruha. Fasza. Erre már nem is mondok semmit. Nővérke, kisasszony. Léci, mindig van nálad spleen. Léci, most is legyen. Persze, hogy nincs. Még állandóan találok náluk, de most a világért se. Semmi gond. Túléljük. Köszönöm, nagyba fülelek, hát ha még megbúvik a fűbe egy-két ilyen szemétláda. Így apadot sem nagyon látok, pedig azt is néztem. Na, az már biztos, hogy a víz elég messze van a... elég messze van az épületektől ahhoz, hogy
respawnolni tudjanak a dolgok, ha odaépítek a szigetre. Szerintem most nem talált. Na. Egy. Kér még egy... Az igen! Ez micsoda? Ez egy út? Azt az... Elég betegül néz ki ez a kis töltés, ez a gát, vagy nem is tudom mi legyen ez. Minek nevezzem? Egy út a vizen keresztül. Oké. Okay. Ez vajon milyen bajom, mert az már biztos, hogy nem ugyanaz, mint ami ott van. Remélem, hogy nem a kihalt, mert akkor itt robbanni fogunk, úgy érzem. Nailgun frame! Thank you. Alakul a eszköztárunk, úgy érzem. És bebizonyosodott, hogy az a kocsikat még mindig érdemes lootolni. Sok előnyét látom egyébként annak, hogy a Nailgun most már szerelhető. Egyrészt azért, mert nem kell állandóan keresgélni, hogy találjunk egyet. Tehát össze lehet tenni alkatrészekként. Ami szerintem egy remek dolog. Rossz ebből viszont az, hogy így nehezebb is elkészíteni, mint megtalálni. Tehát megtalálni az 50-50, vagy benne van, vagy nincs. Így viszont, hogy alkatrészekből kell összerakni, hát így alkatrészből is többet kell találni. 26 patronból kivált el. És vizes lettem. Hát igen, a sziget az elég nagy, az már biztos. Ezt már én nem megmondom, hogy elég nagy. Mennyi trófea. De hogy egy rohadt gyapot nincs a környéken, az vicc. Az ott a mi kis kincses szigetünk. Hú, de fura az úszás, az még valahogy mindig nem az igazi. És elég lassan is megy. Mindenféleképpen kell egy híd. Az ott micsoda? Van valami épület. Annak csak részét látjuk. Azt már látom, hogy kukorica van. Hát sajnos nem zöld, tehát ő sztyeppe sziget. Hát ez jó sok alapanyag lesz még odáig megcsinálom az utat. Ez az. Portot értünk. Nem teljesen egyenletes. És egy gyapot, jéj, au. Viszont semmi extra, tehát tényleg csak egy sziget. Hát elgondolkodtam. Nem biztos, hogy ide fogunk építeni. Jó, fest meg minden, de... Még nem is tudom, mit vártam, hogy van-e itt valami. Ki tudja. Még van időnk eldönteni, ugyanis készítenünk el egy csomó frame-et ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessük a bázist. Na de mindegy.
Viszont az biztos, hogy ide nem fognak spannolni a zombik. Túl sokáig tart, amíg átérünk. Mármint híd nélkül természetesen. És eleve a híd is fel fog emészteni egy csomó nyersanyagot. Még akkor is, ha csak egy 2, max 3 vastag hidat építünk, pedig a motorhoz több kell, legalább egy 5 vastag, mert amilyen ügyes vagyok, biztos, hogy a víz alatt kötnék ki 3-4-szer egymás után. Na jó, folytassuk akkor a város lootolását szerintem. Még erre az ötletre visszatérünk. Jól néz ki, meg ígéretes is, meg tök jól néznek egy vízen lebegő sziget, mármint egy vízen lebegő erődítmény. És nem is túl meredek, hogy a zombik kikezdjék a szigetnek az oldalát a víz alatt. Úgyhogy még elgondolkodok rajta. Egyelőre pihentessük az ötletet. Ússzunk szépen vissza. Jaj, erre ki lehet találni valami gyorsabb megoldást is. Mármint a Fanpimps részéről, mert ez túl lassú. Na. Tehát vissza a városhoz. Te mi vagy? Doorknob. Az ott egy érdekes épület, az vajon micsoda? Olyan western szalonnak nézem, amit a sivatagba szoktunk látni. Valószínűleg az is. Mindjárt megnézzük. Ez most... Ezt a garást itt csekkoljuk jobban, de nem hallod el. Hú, valami jön, vagy megy. Hú. Hello! Candlestick. Oh shit. Hopp! Huhuhuhu. Aj. Ojjaj. Ojo. Oh shit. Hogy lettetek ennyien? Honnan a fanzba jöttek ennyien? Black skirt. Mit kezdjek a szoknyával olyan? Green alcohol. Oh, shit. Bre. Na húzunk innen kifelé, még mert még többen akarnak bejönni. Oh la la. Oh la la. Oh shit. Tele vagyunk. Lyukka, sajnálom. A gáz fontosabb. Illetve a benzin. Baszódj meg! Infected and bleeding. Hát ez... Mondjam, hogy mutassam. Ez egy lucky hit volt a zombinak. Nem mondott, hogy nincs bent semmi. Ó, anyám, borogass. Ó, nem tudom addig, amíg a másikat meg nem izéltem. Oké. Okay. Akkor azt hazavisszük. Hát ez shit volt. Már beverem az ajtót. Hogy kellett menni? Megvan. Ne segíts. Ne súgj.
A splint. És semmi más. Oké. Hát ezt az épületet azt hiszem haszontalannak pecsételhetem. Jelenlegi állásunk szerint. Szerintem menjünk vissza a börtönbe, dobjunk le néhány zatot, aztán folytassuk. Megvegyünk be egy mézet. Az a kis ronstelep az ott engem most érdekel. Várjunk csak, hol a börtön? Úgy emlékeztem, hogy ezen az oldalon van. Hát, ha már egy ilyen kis faluba is el tudok tévedni, ahhoz már tehetség kell. Oh, shit, el van. Főleg úgy, hogy van egy térképem is. Ha. Ilyen messzire mentem a légtisztítókért, és itt van. Az igen. Nem vagyok semmi. Tényleg szétszórt vagyok egyébként. Lehet csak a fáradtság teszi. Ezeket az epizódokat most, ezt meg az előzőt egymás után készítettem. Nem vagyok a toppon, csak az a baj, hogy az elkövetkező pár napban egybe vagy kettőben nem lesz időm videót készíteni, és hát ugye mondanom sem kell, ez így nem lenne túl jó, hogyha videó nélkül maradnátok. Úgyhogy, ja, kénytelen voltam kompromisszumot kötni. Lehet, hogy kicsit szétszórt és bénázós videók lesznek ezek, de akkor is legalább lesznek. Úgyhogy elnézést, hogyha valami kavarodást okoz. Yay! Disinfected. Na, szóval azt mondja, kell nekünk egy csomó víz. Mondjuk ennyi. Hát így jó is. Ezt már is főzzük lefelé. Behajít, behajít. Ezt idehajítjuk. Nem oda, így. Lumps of clay mehet már is befelé. És... hát igen, még így a calipers hiány nem tudunk készíteni ballet casingset, úgyhogy az marad. Ezt nem engedi, úgyhogy eltesszük. Mondjuk oda. A frame az jött ide. Ez is mehet befelé. A hordó a helyére. Szín a szint úgy, illetve ebből most már készíthetnénk gunpowdert. Uno momento. Lehet, hogy inkább antibiotikumra kéne használni, nem? Ohoho. Ja, multi bullethez 4, oké. Okay. Semmi, never mind. Akkor azt mondja később. Marad a gunpowder. Még mindig rohadt sokáig készít, de legalább van. Steel arrowhead. Az mehet a lőszerekhez. Egy. A shovel arra most egy darabig nem lesz szükség. Egy. És mehetünk vissza, folytathatjuk, hiszen még csak dél van. Átnézzünk még néhány közeli épületet. Au, ez meg a kapa. Kapára nincs szükség. Jelenleg. Viszont akkor aztán megtudtuk, hogy a kapával lehet használni a trágyát is. Tehát egyszer ugye megásod neki a helyet. Második ütésre, ami jobb klikkel történik, avval pedig betrágyázódik, hogyha van az inventory-ba trágya. Illetve fertilizer, ha így jobban tetszik. Ezek meg majd meg szépen megnőnek. Jusson eszünkbe, tizedik napon lettek elvetve. Kíváncsi vagyok, hogy milyen gyorsan nőnek ki. Hiszen ez is újdonság elvileg, ez is meg lett változtatva. Úristen!
jó messze van, de szerintem megéri elcaplatni odáig, úgyhogy maradjunk akkor annyiba, hogy ez egy airdrop loot run lesz. Ott közben pedig felszedjük, amikre szükségünk lehet. De mit érdekesnek találunk. Aztán két videó között majd szerintem offline, gép nélkül is szépen befejezem a tervrajzomat, ugyanis némi módosítást eszközöltem a jelenlegi tudásommal az előre megtervezett épületembe, úgyhogy lehet, hogy nem is lesz szükségünk 25x25-ösre, hanem hát ugye először, most így nagyjából fölvázolom szóba, hogy mire gondoltam, először egy 25x25-ös négyzet alakú bázist szerettem volna építeni, ami bele van építve a motorbeálló, és a bázisnak a kohó, tehát hogy is mondjam, a műhely része is benne volt, belül volt a falon belül. Most viszont úgy terveztem meg, hogy a bázisom, a kohó része, meg a főzős, kézős része, meg az összes ilyen része, az egy különálló kis torony lesz, és azt először is, az csak egy 5x5-ös torony talán, nem több, és azon kívül lesz egy 20x20-as elkerített rész, ahova pedig kertészkedni fogok majd átjárni. Ez lehet közvetlenül egymás mellett, bár azt nem szeretném, mert a csücsköket mindig kicsit nehezebb bevédeni, és nehezebb oda tüskéket újra lehelyezni. Lehet ez az a faltól kicsit messzebb, és akkor ilyen átkötő, ilyen catwalk lesz az átjáró fölötte. És azért szeretném kerten kívül tudni a bázist, a főbázist, tehát a műhely részét a bázisnak, mert így csak azt fogják támadni, ahol ugye a zaj, meg ugye a... Jaj, itt van valahol a közelben. Ó, meg is van. Tehát azt a részét fogják támadni, úristen! A bázisnak, ahol ugye zaj van, ahonnan érzik a tüzet, meg a barkácsolást, a kopácsolást. Így mindig csak azt kell majd megerősítenem. A kertrészt, azt valamelyest békén fogják hagyni, így azt már idejekorán fel tudom húzni. Tehát azt simán, ha körbeveszem egy fafallal, akkor az megállja a helyét a horda után is, és nem kell majd vele foglalkozni. Mert azt nem fogják megtámadni. Úgyhogy a köré lehet, hogy nem is kell tüske. Tehát lehet, jó, persze körbe fogom tüskézni, de... Ha van egy 5x5-ös műhely része a bázisomnak, amit folyamatosan támadnak, akkor az csak, hogy is mondjam, 7, 14, ma egy olyan 30 tüskét kell egyfolytában folyamatosan lehelyezni, és a többivel nem kell foglalkozni. De hogyha az egész bázisomat támadnák a izével együtt, a kertel együtt, akkor sokkal-sokkal több tüske menne tönkre, és sokkal-sokkal több tüskét kéne folyamatosan javítás alatt tartanom. Nem tudom, mennyire érthető, amit mondtam. Ez így költséghatékonyabb is, gyorsabb is, és hamarabb kezdhetek el kertészkedni. Úgy, hogy a kertnek nem lesz semmi baja, mint az előző epizódban, ahol az egész kertet akartam először megcsinálni. És azt mindet bevédeni. Úgyhogy szerintem a második megoldás lesz a nyerő, és azt ugye, mint mondtam, újra kivitelezés alá kell vennem. Úgyhogy majd szépen, úristen, mennyi főzőedény. Úgyhogy azt majd szépen megrajzolom itt magamnak kockáslapra, mert a kockáslap a legjobb barátja a tervezőnek. Főleg, hogyha a tervező játszik a Seven Days to Die-jal, és a terveit a kockáslapra készíti el. Haha. Itt nincs semmi rejtekhely, ha jól emlékszem. Egy egyszerű kis... Ó! Oh, majdnem itt maradt. Vitamin! Nice. Na mi ez? Iron Boots. És még nincs meg, úgyhogy most már megvan. Aztán Rocket Launcher, ezt már tudjuk, de kell a pont. És Ogre, ezt is tudjuk, de a Science-hez ad egy pontot, ami nagyon jó. Ezt pedig beszkreppeljük majd, hogyha ez a sok izé letelik. Na, akkor ez az airdrop is megvan. Itt is van egy nagy tó. Látszik a... Ez az alfa nagyon szereti a nagy tavakat. Kincstől nem is vagyunk túlságosan messze, de most hidegen hagy teljesen a kincs. Majd talán egy kicsivel később majd megszerezzük ezt is.
Ez egy érdemes eldrop volt, főleg hogy volt benne egy antibiotikum is. Ezt érdemes volt felszedni. És lassan akkor készíthetek magamnak full iron armort. Melegünk van. Ajaj. Egy kis hűsítő. Amúgy is szomjasak voltunk. Puff, egy cset. Aztán lassan majd utánpótlás kell a számszeriunkhoz is. Sok-sok-sok-sok-sok teendőnk van, tényleg, tehát most érződik igazán a multiplayer hiánya az én végigjátszásomból, tehát amíg én ezt csinálom, addig más csinálhatná azt, amit szeretne, meg amire szükségünk van. De, hát ahogy az előző végigjátszásban itt is úgy meg fogjuk állni a helyünket szerintem. Bár nehezebb a dolgunk, ezt érzem, tehát a rám nehezedő túlélő nyomás is növekszik, de szerintem meg fogunk vele birkózni. Igaz, csirke? A kaktuszban ne állj bele, mert meghalsz. Igen, hát ő, ja. Akkor nem hagyjuk, hogy kárba menjen a chicken. Így ne. Gyönyörűséges földolgozást láthattunk. Nem tudom, valaki bontott-e már csirkét macsetével, de szerintem ne próbáljátok ki. Brutális. Chicken! Push! Te gyáva. Nincs már nálam a ásó, nem baj. Egyébként mesélték a fanpimpszék, hogy vissza akarják vezetni a különböző féle húsokat. Emlékszetek, volt a játékban medvehús, ez a sima hús, ez a szarvasból jött, a disznóból jött a pork, azt hiszem, hogy jól emlékszem. Csirkéből nem emlékszem, hogy milyen jött, mert csirkére esküszöm sose vadáztam ebben a játékban, még a tolla miatt se. Most azt mondják, hogy ezt vissza szeretnék tenni. Én mindenféleképpen javaslom, mert bár nem bonyolítja túl a játékot, de szerintem egy ilyen túlélő játékban a fő elem a kraftolás, ott mindenféleképpen jól veszi ki magát, ha több cucc van, amivel lehet dolgozni. Hát régebben ugye, amikor még volt fapálca, meg faléc, meg fatönk, addig is jó, mert lehetett, addig is jó volt, mert lehetett kombinálni ezeket a dolgokat, most már csak egyféle fa van a játékban. Ez valamiért egyszerűsítés, és a játékosok szerintem okkal féltek is tőle, hogy túlságosan is le akarják majd egyszerűsíteni a játékot. És ezt részben azért akarták, mert ugye akkor jött ki konzolra a 7 Days to Die. És hát még nekünk egy csomó billentyű áll a rendelkezésünkre, nekünk PC Master Race-nek, haha. Ne utáljátok érte nagyon. Ezért ugye nekünk nem volt gond, hogy annyiféle cucc van, meg annyiféle dolog van az inventoryban, amit lehet rendezkedni. PlayStation-on már azért nehezebb egy kicsit a történet, szerintem. Fogalmam sincs, vagy éppen Xboxon. Mert megmondom őszintén, én nem szeretem a konzolt. Akármilyen új konzol generáció is jön ki, akármennyire szép és jó és tápos és hú, de rohadt jól néz ki, soha egyik konzol sem érte még el azt a szintet, amit egy igazán föltuningolt gamer PC nyújtott. Tehát egyik játék se volt még olyan szép. Szépek voltak köztük szépek, nem azt mondom, hogy nem. De én még nem láttam olyan szép játékot konzolban, mint amilyen szép játékot láttam PC-n. Erről ennyi. Azt hiszem, hogy volt egy csomó kukó. Receptek, cornmeal, pup, és yes. Na, van egy csomó gunpowderünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy a robbanó nyilvessző az még mindig ugyanolyan rohadt sokba kerül le. Illetve robbanó számszerű vessző. Azt mondja, hogy... várj, ezt nem is lehet itt elkészíteni. Hoho! Ez is a workbench kell. 8. Régen mennyi volt? Kevesebb volt, én úgy emlékszem. Vagy illetve több robbanó port használt, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Nem tudom. De tök jó, hogy ez is most már a workbench kell, hiszen az apró cseprő dolgokat ugye kell hozzá a satú meg az összes többi tudsz, hogy meg lehessen csinálni. Nagyon tetszik egyébként, hogy bevezették ezt a workbench-et a játékba. Tényleg van most már értelme, meg frankon lehet benne jó kis cuccokat kraftolni. Szerintem teljesen logikus a működési elve, tehát hogy ennyiféle fajta cucc kell hozzá, hogy megcsináljuk, és hogy ennyiféle fajta cucchoz kell, hogy megcsináljuk, mert az apró cseprő munkát nem lehet hátizsákba elvégezni, tehát ez ilyen
lőszerösszeillesztés, meg ilyenek, ezeket itt nem lehet. Ez abszolút irreális és szürreális volt a dolog. Mert egy nyilat még csak-csak összeeszkábál az ember, hiszen magam is megcsináltam ezt már így, de tényleg, amikor fegyver töltény darabokat kell összeilleszteni, meg puskaport kell csepek szórni bele, akkor tényleg kell egy örökben csak, mint dolgozunk. Nem belkadunk össze mindent a combunkon, meg a táskánkba. Szuper, innen elfogyott a nafta. Tessék szépen beolvadni anyádat. Hogy? Tessék befelé olvadni. Te meg szkreppelődjél. Hogy? Mit szerettem? Valamit akartam még mondani, de már megint kiment a fejemből. Nem ugye. De így megvan a cornmeal. Ebből készítünk némi... cornbreadet. 19. Yes! Yes, 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 yes. Yes, please. Mint mondtam, wellness pumpának tökéletes, nem ez adja a legtöbb kaját, tehát ne, félreértés ne essék, kommentben volt ebből egy kis félreértés, hogy ez adja a legtöbb wellness-t. Nem ez adja a legtöbb wellness-t, de ebből tudod a legtöbbet megenni egyszerre, hogy jól lakj, és úgy a legtöbb wellness-t már ez adja. Tehát, mint látod, ez 15, 1 kerek wellness-t ad, és 15 fullness-t, tehát sokat meg tudsz enni belőle, amíg jól laksz, nulláról 100-ig, és az mind-mind-mind ad egy wellness. De mivel a cornbread kevesebb fullness-t ad, viszont majdnem ennyi wellness-t, ezért többet meg kell enni, hogy jól lakj belőle, és több wellness-t fogadni, mert a sok kicsi sokra megy ugye alapon. Döntöttem amellett, plusz ez ugye nem is szaklik, tehát ez bárhová magammal vihetem kajaként. Ugye közben volt egy level up-unk. Amit meg szerettem volna nézni, hogy hol tartunk. Fixer, nem... Workbench, 9 millis lőszer. Miner 69-er, a minert is érdemes lenne már tolni, de még egyelőre várok vele. Jó, oké. Szépen alakul a molekula. Kukorica az ugye még sehol nincs, természetesen. Érdemes-e még kimenni lootolni bármit is? Vagy inkább feküdjünk le holnapra. Hát van még egy kevés időnk a videóból, úgyhogy szerintem van egy kevéske lehetőségünk lootolni. Hol is nem jártunk még? Ja igen, mondtam, hogy azt a kis ronstelpet ott elő meg akarom nézni. Akkor miért ne nézném meg? Itt volt az egyáltalán, vagy a másik irányba? Ott van. Jó, megvan. Ez legalább látótávolságban van, szóval még bőven van időnk odáig elérni meg vissza, míg leszáll az éj. Ja, egyébként... kommentbe írjátok le, hogy már valószínűleg tudom a választ már most, ha a legtöbbötök válaszát, de írjátok le, hogy milyen formában játszotok ezzel a játékot. Tehát van amelyikőtök... nem PC-n nyomja, tehát van köztetek olyan, aki PlayStation-on, ne adj Isten, Xbox-on tolja a Seven Days to Die-t. És ha igen, akkor ha van hozzá kedvetek, írjátok le azt is, hogy különbözik-e valamiben. Mármint egyszerűségében, vagy irányítatóságában attól, amit az én videóimban láttok. Tehát, hogy van-e olyan manőver például, amit konzolon nem igazán lehet végrehajtani. Vagy esetleg nehezebben. Még mindig érdemes ezekre a kis szarokra fölmászni, olyan jó kis cuccokat szoktam itt találni. Már most nem volt túl nagy szám a hátizsák, de általában jobb. Az a nyátszentség! Sunyi! Oh my god, de szép volt! Level 35. Wait a minute. Level 35 vagyok. Ja, szkevenjük. Jó, nem szóltam semmi. Bocs, megint a fáradtság beszél belőlem. Na, nézzük, hogy van-e még valamire idő. Hát, ha teljes házal nem is, egy részére biztos. Főleg, hogyha nem zavarnak be a zombik közben. Nekem most elég halkak lettek, mert kicsit lejjebb vettem az ambienten, hogy...
jobban halljatok engem. Már lehet, hogy a zombik érdekesebbet beszélnek, mint én. Egyfolytában hallom őket ennek ellenére. Ezt egy szkrappel lettem volna. És idő megtakarítás véget. Jó, jacuzzi. Érdekes. Ki vagy, Marci? Aki itt morogsz. Ugye ment vagy? Kukucs. Nem? Rengeteg ruhát találunk, ez tetszik. Cash money. Már csak azért is, mert ezt is el lehet majd adni. Plusz azért némi ruhanyagot is lehet belőle nyerni. Ring scavenging, pumpálódj! Nagyon kell a scavenging skill. Kell az a quality Joe. Gyerünk, baby! Oh, yes! Még egy arany. Nagyon jó. Bár nem narancsárga, mint az előző, de van. Az meg valami mag volt. Alig, hanem cotton seed. Az nem kell. Ó, oh, be akar jönni, hát akkor elresszük be szegényt. Szia, és pápá! Halljál meg szépen! Ó, bladed! Nagyon jó. Lassan sárgába ér a fegyvergyártási képességünk. Kis utánpótlás, hiszen szükségünk van rá. Épp most mondtam, hunting rifle receiver. Nem szeretem a vadászpuskát még mindig, mert... leverték a létrát. Mert ugyanúgy egy lövető, mint a számszerű, ráadásul még hangos is. Megtartjuk. Haza akarom vinni. Spóra. Barbet Club. Nézzük csak. Entity Damage 548. Oké. Scrap it. Mushroom Seed, az is jó most, hogyha van. Haza akarom vinni, hogy tudjak készíteni. Herbál vigyót. Haza akarom vinni, meg akarom nézni, hogy nem lehet szétszedni a workbench-el a nyilakat. Hogy leszereljem róla a nyílfejet. És így tudjam használni esetleg izének. Számszerű lövedéknek. Oh yes. Yes please. Ugye a széffel egyelőre nem szórakozunk. Tudjuk, hogy ide bent is van egy. Tetszik ez a fehér izé. Talapzat. Ezeket átnéztük, jó. Kuka, meg volt, tökéletes. Ez volt a garázs rész. Ezek ugye meg voltak, itt találtam a workbench-et. Illetve a wrench-et. A workbench, workbench, wrench. De egyforma két szó. Ennyi a házikó. Lejárat nincs. Ide bent voltam. Fürdőszoba. Várjál csak. Mind a kettő meg volt? Te gyorsan dolgozok. Szépen. Hazasunnyogunk. Elültetjük a gombát is, megnézzük, hogy ez a folyamat hogy működik. Mert azt se láttuk még, ugye? Ez a gombaspóra is teljesen új. Remélem nem kell neki föld alatti terep, mert akkor valóban az lesz, amit a kommentben mondtatok, hogy egy föld alatt kell majd termesztenem néhány cuccot. Jó, igaz, ti azt mondtátok, hogy mindent, tehát költözök le. Egyrészt azért nem tartom fairnek a dolgot, mert föld alatt ugye világítás hiány, UV fény hiány, inkább így mondanám. Nem nőne semmi. És ugye UV fényt meg nem lehet craftolni a játékba, legalábbis én nem tudok róla. De ha ez másképp van, akkor kérem írjátok le kommentbe, hogyha van rá kedvetek hozzá. Hol, itt van. Tehát ezért, egyrészt ezért nem szeretnék a föld alá gyártani semmiféle veteményest. De aranyos kis gombák! Való életben egyébként nem szeretem a gombát. Megeszem, de amúgy nem. Na jó, persze túlélő, aki már hetek óta nem eszik rendesen, annak
igazi kincs, hiszen egészséges, ez tény. Úgyhogy srácok, ne legyetek olyan válogatósak, mint én. Én lehet azért halnék ilyen helyzetben, mert nagyon-nagyon válogatós vagyok, bár szerintem egy idő után, mint mondtam, rohadtul nem érdekelne, mi az, csak finom legyen, amit meg lehessen enni. Gyűlik a következő antibiotikumra a cucc. Nincs is nekem itt hunting rifle? Na mindegy, eltesszük. Magnum cilinder. Még egy. Majd összekeverjük szépen. Lássuk csak, hogy elkészült-e már a cornbread. Igen, baby. Nagyon jó. Chicken ration. Ezt egyelőre ide. Puff, behajítjuk. Ugyanis ezzel fogunk nyomulni. Large beef. Nagyon jó. Újra gyűlik a kis fehér készenléti. Ezeket egyébként azt tervezem, hogy eladogatom majd, mert ilyen elsősegély kaja tulajdonképpen, csak fizet már érte a kereskedő rendesen. Tehát ajánlom neki, hogy igen. Helyére. Kezd kicsi lenni a storage, egyébként föltűnt. Már gondolkodom rajta, hogy gyártsak-e ilyen külön megnevezett izéket. Storage-eket. De be is férne három egymás alá, vagy kettő legalább. A lámpát nem akarom leverni. Azt mondja, hogy... Oké, hol vagy csak szépen. Na, nézzük ezt a steel arrow-ot. Komolyan similar single part item. Hát nekem úgy tűnik, hogy nem lehet szétszedni. Kár érte. De akkor barátom... Nézz Scrap-be. Kár pedig szerintem ugyanúgy le lehetne őket választani. Így a izéről. Na mindegy. Ez egy kihagyott zicser szerintem. Már megint gyűlik a 10 milliméteres, pedig még mindig csak a kis géppisztolyt tudja használni. Na, újra van wrenchünk. És akkor lássuk, hogy tudunk-e készíteni magunknak valamit. Azt mondja, cooking grill. Egyet lekraftolunk, mert az még nincs. Iron arrowhead. Ebből kell egy 50 darab újra. Mi az, amire még szükségem van? Minibike chassis. Elkezdhetném már összeszeregetni a minibike alkatrészeket, de sajnos most még nem jelzek rá késztetést. Forged steelhez meg kell a... Nem tanultam még meg. Miért nem tanultam még meg? Steelsmithing. Construction tool 40. Oké. Okay. Jaj, bocsánat. Atya, úristen, mondom, megfáztam. A fenébe, bocsánat. Jaj. Na szóval, akkor az kimarad. Macska is tüsszög. Jól van. Mindenki megfázott. Armor. Így van. Ugye tanultam egy csomó Iron Armor alkatrészt, és azokat elvileg már csak itt lehet elkészíteni, nem? No, de. De itt is van. Ugye nem a Scrap Iron, hanem a sima Iron. Azt mondja, kell hozzá egy tonna Forged cucc. Ezt a hármat mindenféleképpen le akarom. A Gloves még nincs meg, úgyhogy kell. Azt mondja, 20, 30, meg még 30. Atya gatya, az 80 Forged Iron. Nekem itt bent van 18. Wow. Azt mondja, hogy... Forged. Hát 50-et tudok belőle készíteni. Ami meg nagyon kevés. Úgyhogy szerintem... Puff, hadd szóljon. De azért ezt az 50-et már most elkészítem. Ebből pedig... Craftoljuk szépen a... Crossbow-bolt. Hadd szóljon. Hiszen erre mindig szükségünk van. Aztán pedig elkészítjük a... A... Vas csákányt, illetve a vas pickaxet és a vasboltát, és akkor tulajdonképpen... Jaj! Hát én nem ezt akartam, de mindegy. Rossz egérgombot használtam. Na mindegy, legyen elég ennyi a mai epizódban. Remélem élveztétek, én nagyon egyre inkább kezdek belejönni, úgy érzem, hogy visszatér belém az életkedv, még annak ellenére is, hogy szerintem bujkál bennem valami. Természetesen ez nem fog meggátolni a további videókészítésbe. A következő egy-két napban talán nem lesz rá időm, de mint mondtam, legalább egy videót kaptok naponta.
Következő részben elkészítjük magunknak az armort. Nem lesz olyan húdapenge, de azért legalább meg lesz. Aztán folytatjuk a terület lootolását, és hát javítgatjuk a cuccainkat. Szerintem majd szépen kicserélgetem ezeket az ajtókat a saját ajtómra. Majd igazából elég sokra lenne szükség, illetve nem is sokra, de négyre. Illetve ezeket lehet befalazom, és akkor csak egy lesz. Vagy ide megcsinálom a garázsajtót. Hát még ez is a jövő zenéje, bár az úgy érzem, hogy 2/3-as. Na mindegy. Lényeg a lényeg. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem a következő részben is így tesztek. Dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. És válaszoljatok a kérdésekre, amiket már én is elfelejtettem, hogy miket tettem föl. Úgyhogy következő részig kitartást kívánok nektek, srácok. Sziasztok. Sorry.